Sokat beszélgettetek ma arról, hogy miért lett divatos, vagy miért lett ennyire népszerű a verses dráma Magyarországon, hogy egyre több születik ebből a műfajból. Szerinted ez miért van? Hát ez elsősorban Térei Jánosnak köszönhető, azért ezt mindenféleképpen az általában el szokták mondani. Ő az, aki ugye egyrészt, hát nem is a drámával kezdte, a Paulusszal, ugye egy verses regénnyel kezdte el a versnek az ilyen dramatikus, vagy dramatizált formájú megjelenítését, és hát ő az, aki beindította ezt a folyamatot, vagy ő az, aki visszaemelte tulajdonképpen ezt a műfajt a drámaírásba, és miért van ez? Hát tényleg, amiről szó esett, hogy egy egészen más nyelvi réteget lehet ezzel, illetve nyelvi rétegeket lehet létrehozni, és azt hiszem, hogy sokkal több lehetőség rejlik a verses drámában, mint, vagy legalábbis azoknak, akik képesek ilyen formában írni, mint a szimpa prózai munkákban. Egyszerűen több lehetőséget ad, és amit a saját szövegemmel kapcsolatban is elmondtam, hogy a karaktereknek, illetve a személyiségek megformálásánál egyszerűen több lehetőség adódik, legalábbis azoknak, akik tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel. És azoknak, akiknek ez megy, azt hiszem, hogy több. A karakterek megformálásánál ez nagy előny, hogy egyszerűen a nyelvi rétegeket, meg a nyelvi szinteket így lehet váltogatni. Nagyjából ez jut eszembe először. Nagyon furcsáltam egyébként ezt a kijelentésedet, hogy neked a karakterek megformálásában segített, hogy változatosabbak vagy színesebbek legyenek a megszólalások. Hogy laikusként én azt gondolnám, hogy pont kötöttebbé teszi, és nehezíti, és sokkal szabadabb a próza. Nem hiszem, hogy így volna. Mondom, ez ott, nem akarok most magamról beszélni, de mondjuk a Téreinél azt hiszem, hogy ez nagyon dominánsan jelen van, hogyha valaki nyelvileg felkészült, illetve van egy saját nyelvi világa, amit mondjuk a lírában már megteremtett, és mondjuk van képessége arra, hogy monológszerűen, illetve hogy azért mégiscsak nyisson, hogyha verset is ír, mégis nyisson valamilyen szinten a próza felé, tehát ilyen mondható szövegeket alkosson, akkor sokkal több lehetőséget ad. Én legalábbis így érzem. Ezt megindokolni nehéz lenne, ezt a szövegek talán igazolják. Tehát, hogyha a saját darabomra is gondolok, vagy mondjuk a Jeremiásra, akkor ott például a női karakterek megformálásánál szerintem a vers, meg ez az emelkedettebb nyelv, ez nagyon-nagyon-nagyon hozzáad például a női karakterek megformálásához. Én így érzem. Úgyhogy aztán lehet, hogy tévedek. Ez egy másik kérdés. De mondom, ez habitus és alkat kérdése. Van, akinek így megy, van, akinek úgy. És én úgy éreztem, hogy ez a verses forma, ez több lehetőséget ad. Valóban, tehát azt azért hozzá kell tenni, hogy nem mindegy, hogy ez milyen. Ahogy szó esett a beszélgetésen is arról, hogy mennyire kötött ez a forma. Tehát mondjuk az enyém azért lazított dolog, jambikus dolgokról beszélünk, de azért ez nem egy annyira szigorúan kötött szöveg, mint mondjuk egy Molière-nél, vagy lehetne hozni itt a példákat. Tehát, hogy azért ez közel áll a prózához valamilyen szinten, tehát ez abszolút mondható szövegekről van szó, de a vers azért az kiérezhető belőle, és az egésznek van egy ilyen lüktetése, és van egy egyedi hangzása, azt hiszem. És én azt tapasztalom, hogy a színészek is, hogyha felkészül színészről van szó, erről is szó volt, hogyha valakinek erre van adottsága, illetve élvezi ezt, akkor, és ráérez ennek az ízére, akkor nagyon, nagyon komoly dolgok tudnak ebből kijönni, azt hiszem. És szokatlan, tehát, hogy tényleg, hogyha a nézők is vevők erre, és mondom, hogyha olyan színészek játsszák el ezeket a dolgokat, akik felkészültek, akkor ez egy nagyon izgalmas dolog tud lenni. Amikor te írsz, akkor gondolkodsz azon, hogy ez majd színpadon, tehát hogy neked azért jön így, mert belőled így jön, vagy már azt képzeled el, hogy majd amikor előadás születik belőle, akkor ez az emelkedettebb stílus, ahogy mondjuk egy verses drámát elmondanak a színészek a prózaihoz képest, arra van szükséged, vagy belőled jön ki így hát a szöveg? Hát ez is. Tehát nyilván, amikor elkezdtem, akkor ez úgy volt, én két ilyen jellegű darabot írtam eddig, mármint amilyen verses darab. Az elsőnél azt éreztem, hogy egyszerűen ezen a hangot, tehát kerestem a hangot tulajdonképpen. De mindenféleképpen a versben gondolkoztam, mert elkezdtem, azt a darabot elkezdtem, illetve mindenki darabot elkezdtem prózában írni,
De mondom, csak ezt tudom mondani, hogy sokkal több lehetőséget éreztem nyelvileg abban, hogyha én a lírához azért megtartom ezeket a lírai formákat, vagy mondjuk a jambust. És a második darabnál már gondolkoztam azon is, hogy ez a színpadon esetleg hogyan működhet. Tehát ott már azért ez egy tudatosabb dolog volt. Ahogy mondhatom is azt, hogy tulajdonképpen a második darabban, amiről most szó volt, abban valósítottam meg azt, amit az elsőben is akartam. Úgyhogy ez egyszerre működik, ez a kettő. Tehát a másodiknál már azért tudatosabb volt. És azt hiszem, hogy gondolkodtam abban is, hogy mondjuk a színpadon ez hogyan működhet esetleg.